Sziasztok, Gage vagyok, és ez egy újabb heti vlog, méghozzá emlékeim szerint talán a 9. ebben az évben. Úgyhogy tartsatok velem! Szóval, sziasztok! Ez a heti vlog, és gyorsan, hogy mi történt a héten. Ugye egyrészt kikerült a Ferencváros Komárom nagy felbontású videó, hát a nagy felbontás az VQHD, tehát 2560x1440-es, ez a GoPro Hero 5 Black kamerának a 2,7K felbontásában készült, de mivel ezzel a YouTube nem tud mit kezdeni, ezért átlett konvertálva ugye 2560x1440-nel, 40-re, ugye aki nézte, az látta, hogy megváltoztak a feliratok, ez amiatt van, mert a PowerDirector 16 a CyberLink-től az ilyen feliratokat tud, ezért a jövőben ezek a feliratok lesznek használva. Na, mi történt még? Volt egy live is, méghozzá egy Far Cry Primer. Másfél órára terveztem, sikerült 2 órára kihúzni, de legalább megvan a grappling hook, úgyhogy most már föl lehet mászni a magasabb helyekre, meg ez egész úgy indult, hogy elmegyek levadászni egy jávorszarvast, amit végül találtam egyet, csak a térképnek a másik végén. Úgyhogy érdekes volt. A kép minőségért bocsi, ugye az arcomnak az egyik fele az világos, a másik meg totál nem látszik. Szerintem most nem én vagyok a lényeg, vagyis hát nem az arcom, hanem amit mondani akarok. Aztán mi történt még? Hát ugye múlt hétvégén vasárnap volt egy szavazás, annak az eredménye az lett, amire szerintem úgy nagyjából mindenki számított, és nem az, amiben az emberek szerettek. Emberek egy része szeretett volna, vagy amiben reménykedett. Ugye ma szombat este fog kiderülni a végleges eredmény. Majd meglátjuk, hogy megmarad-e a kétharmados többség, vagy nem. De ugye ez így teljesen politika vonal, nem akarok ezzel foglalkozni, nem is célja a csatornának a politika. Na és ami még történt, vettem egy PS4-et, nem csináltam róla unboxing videót, meg fölöslegesnek is tartom. Igazából egy fehér doboz volt, benne a PS4, benne a kontroller, benne egy HDMI kábel, meg benne a tápkábel. Ez a teljesen alap legelső kiadású 500 GB-os PS4. Megvan oldva, hogy tudjam streamelni, csak annyi lesz, hogy nem lesz facecam, ugyanis a tévé az ott van, és hogyha játszok, akkor ezt így a kezembe veszem, így elfordulok, fölrakom a lábam a pufra, és játszok a tévén. Ez két ok miatt is van. Egy, kezdjük előről. A két ok. Az egyik ok, hogy ugye az Avermedia kártya, ami a streamergében van, az Avermedia Live Gamer HD, ez úgy döntött, hogy ő nem foglalkozik a PS4-nek a jelével, egész egyszerűen rádugom a PlayStation 4-et, és azt mondja, hogy no signal, kész. Az Elgato HD 60-asan működik, viszont annak van egy körülbelül fél másodperces késleltetése a képnek, tehát így nem tudok vele játszani. Tehát a dolog úgy fog majd kinézni, hogy itt körbe van vezetve a lakáson, nem tudom, ott látszik-e, leláttok-e annyi, nem lát be oda a kamera. Ugye az asztaltól nem lát be oda, de egy ilyen 10 méteres HDMI kábel körbe van húzva a lakába. Még ugye a húgomtól kaptam a nagy HDMI splittert, ami USB-n kapja a tápot a PS4-től, de egyébként érdekes a dolog, mert hogyha bekapcsolod a PS4, be van kapcsolva a TV, meg be van kapcsolva a streamergép is, akkor teljes lelkűnyugalommal kihúzhatom az USB-s tápot, működik. Tehát valamelyik HDMI kábelen keresztül kap tápot.
Nem tudom, hogy viszket, valaki nem érges leszek. Szóval nem tudom, hogy melyik eszközön keresztül kap tápot, minden esetre érdekes. Ugye a dolog pikantériája viszont, hogy a HDCP kimenetet ki kellett kapcsolni ahhoz, hogy a elgató eszköz lássa. Úgyhogy DVD-t meg Blu-ray lemezeket nem lehet rajta nézni, de ez majd meg lesz oldva. Szóval a terv az, hogy be lehet állítani a PlayStation 4-nek, hogy ide. Hát ez most retek módon nem fog látszani, vagy igen, ott látszik, hogy van egy fülhallgató bemenet, oda be lesz dugva a fülhallgató, és be lehet állítani egyébként a PlayStation-nek, hogy a HDMI kimenetre is, meg a fülhallgatóra is küldje a hangot, és akkor én majd fülhallgatón keresztül hallgatom, megnézem, és akkor ti meg az elgató eszközön keresztül kapjátok a képet. Majd annyit kell csinálni, hogy a webkamerának a hangját eltolni ezzel a körülbelül 500 millisekundummal, bár gyárilag talán azt írják, hogy 650 millisekundum, de már látom, hogy az asszonynak nem fog tetszeni, hogy ez a kábel itt keresztben megy a szobán. Na mindegy, ez már az én problémám. És hát ami még volt, péntek este éltünk egy kis szociális életet asszonnyal. Elmentünk ebbe a gyerek az Itató nevű helyre, ugye ez a Városligetben van. Ott a csónakázó tónak a nem csónakázható részén, ha értitek, hogy mit akarok mondani, tehát ott az állatkert, ott a Robinson étterem, és azon annak a tónak a partján van, amiben a Robinson étterem rajta van. Tök jól beszélgettünk, kaja is jó, bár nem túl pénztárca barát a hely, akkor fogalmazzunk így. A piák végül is normál áron vannak, de a kaja azért az egy kicsit húzós, de nem volt rossz. Ott voltunk 6-tól 9-ig tegnap, ma meg voltunk a telken ilyen évelei, hát vagy hát tavasz köszöntő telek nyitó rituálén. Felmértük a károkat, amik keletkeztek évvégén, meg hazahoztuk az ágyneműket mosni, meg ilyenek, vagy nem évvégén, hanem a télen. Úgyhogy igazából ennyi. Ja. Más nem akartam mondani, még annyi, hogy végül a PS4-et azért vettem meg, mert becsábultam pár exkluzív címnek. Horizon Zero Dawn Complete Edition-t beszereztem, és ami még tervben van, és szeretném, az a deciki, pedig még tudom is. Az Until Dawn, az, ami nekem nagyon tetszik, és amikor abból néztem gameplay-eket, akkor volt az első olyan alkalom, hogy elkezdtem gondolkodni a PlayStation 4-en. A másik, amit meg a PS3-on is elkezdtem, de aztán a PS3 elhalálozása, meg érdektelenség miatt, ugye nem nézte senki, az pedig a Last of Us Remastered PlayStation 4-re. Tehát ez a három játék, ez várható PS4-en. Nem tudom, hogy bele fogok-e kapni a Horizon Zero Dawn-ba, az már megvan, ugye? Meg ugye a PlayStation Plus-szal, ugye van 14 napos trial, új PSN accountot csináltam, mert már fingom nincs, hogy mi volt az, amit a PlayStation 3-mal használtam. Úgyhogy új PSN accountot csináltam, ahhoz járt a 14 napos PSN, PS Plus, úgyhogy a Trackmániát meg a Mad Max-et gyorsan be is rántottam, meg ki is próbáltam. Majd lehet, hogy lesz valamilyen tesztream vagy tesztfelvételszerűség, de igazából ennyi, megint 9 perce pofázok egy csomó mindenről, aminek a fele nem érdekel titeket. Mindegy. Most én ezt befejezem, lekódolom és felrakom YouTube-ra, aztán amikor kész van a kódolással, akkor látni fogjátok, én meg elhúzok aludni a francba, mert 0 óra 30-ra megyek dolgozni. Na, köszöntöm szépen a figyelmet, ha véletlenül végignéztétek és tetszett, akkor a szokásos komment, like, share, ha még nem tetted volna meg, akkor feliratkozást meg fogod majd tudni a záróképernyőn tenni, itt lesz egy ilyen feliratkozó gomb, meg lesz ki egy darab ajánlott videó. Na, szevasztok!